Sziasztok, ez itt a Bögre Podcast legújabb epizódja, egy vendéggel. Szia Ákos! Vendég vagyok most már. Nem te vagy a vendég. Ja, nem én vagyok a vendég? Megijedtem. Hanem a macska az öletben. Szia macska! Valószínűleg csöbben lesz, mert most kelt, de lehet, hogy ha nyávog, akkor ez ő volt. Reméljük nem fog rontani a beszélgetés minőségén. Azt mondd el inkább Ákos, hogy mi a mai témánk? A mai témánk az, hogy az egyik kedvenc játékom, amit amúgy rámondhatnék legalább 50 játékra, a Soma megjelenik. Megint a Somát reklámozzuk? Igen, ezt reklámozzuk, mert amúgy belegondoltam, és nem reklámoztuk sokat, csak két Steam Awards-os videóban, ami egy éves pályafutás alatt nem olyan sok. Mert valaki még nem kezdett neki a betervezett 3 perces kritikának, vagy mély elemzésnek. Ja, ebből? Aha. Hát majd talán az is lesz, de most elég sokat fogunk róla beszélni, természetesen spoilermentesen. A lényeg. Mert hogy én nem játszottam. Nyilván azért is. De megjelenik a játék Xbox One-ra, és ezzel az update-tel karöltve, vagyis hát a megjelenéssel karöltve lesz egy update is, aminek az a lényege, hogy ami már kijött, hogy kap egy biztonságos módot a játék, ami azt jelenti, hogy a szörnyek nem tudnak megölni. Ezt amikor először mondtad nekem, hogy lesz ilyen safe mód, ugye ezt úgy értelmeztük, hogy de jó lesz, mert nem lesznek paráztatós részek benne, ami miatt én nem vagyok hajlandó játszani. Igen, mert félős vagy. Az. Mert nyuszi vagy. Fosós. És ez tök jó ötlet volt, és mondtad, hogy most már nem lesz több kifogás, hogy miért nem játszom. Aztán kiderült, hogy igazából nem úgy néz ez ki, ahogy gondoltuk, hanem a valóság ezzel szemben az, hogy ugyanúgy fosott a játék, viszont meghalni nem tudsz. Ami egy ilyen... kösz. Egy érdekes koncepció, igen. Tehát, hogy én nagyon örültem neki, hogy végre nem lesz kifogásod, és aztán, hát, mégis. És ez egy érdekes problémát felvet, mert anélkül, hogy én most elmondanám, hogy miről szól a játék, jó kérdés, hogy így mennyiben ront vagy javít ezen a játékon. Mert hogy a Soma az az igazság, hogy szerintem a valaha volt egyik legjobban megírt videójáték történet, de sokan egyszerűen nem játszanak vele, pont azért, amiért te se, mert ijesztő. És hát nyilván ijesztő, a Frictional Games csinálta, akik az Amnéziát is korábban, és hát nekik ez a műfaj fekszik, ebben jók, de közben meg hát csak írtak egy annyira fasz a történetet a játékhoz, hogy sokszor, amikor játszottam vele, én is úgy voltam vele, hogy ennek a világnak látni akarom minden pici szegletét, minden részletét tudni akarom a sztorinak, el akarom olvasni a textlogokat, meg akarom hallgatni az audiologokat a játékba, viszont nem feltétlen tehetem meg, mert titulálkodik körülöttem a szörny, és én nyugodtan nem vedhetem bele magam az élménybe olyan szinten, hogy nem ülhetek ott 3 órát a játékon belüli gép előtt, és olvashatom el a textlogokat, mert mindjárt jön a szörny, és megeszik engem. Hát ez remekül hangzik. De figyelj, mert most ez ilyen interjú lesz kicsit. Működhet-e ez a játék úgy, hogy nem fosat a szörny? Tehát, most érted, ez olyan, mint hogy azt mondanám, hogy a 7. az egy remek film, viszont nagyon véres. De hogyha kivesszük belőle a vérességet, akkor igazából valahogy veszít így magából, ami olyan remekké teszi. Itt erről van egy szó, hogy ha nem lenne benne a szörny, akkor már nem lenne olyan hatása a játéknak, vagy pedig ez csak egy ilyen, amit tudnak ők csinálni, a Frictional Games, hogy mit csinál. Hát tök jó, mert így nagyjából alám kérdeztél úgy, hogy nem beszéltük meg, hogy miről fogunk igazából beszélni, mert én is erre akartam áttérni, hogy a science fiction story, amit elmesél, működhetne az ijeszgetés nélkül, ez a játék viszont nem. Most nem fogalmazok elég tisztán, meg próbálok óvatos nyilván lenni, de ennek a játéknak kb. Az 50%-a, ami hozzáad az élményhez, az a nyomasztó atmoszféra. És nem feltétlenül a jumpscare, meg az ijeszgetés, az is benne van nyilván, de ez a játék úgy alkot egy pakkot, hogyha a sztori mellett nem lenne ennyire ijeszgetős, hanem szabadon felfedezhető, és tényleg ilyen lidikézés, akkor kicsit a hatásos, ha gyengébb lenne. Én úgy vélem. Tehát, hogy ez a safe mód, ez mennyire segít ezen, mert hogy akkor az ijesztés megvan, a nyomasztó hangulat megvan, de közben meg
nem vagy veszélyben, mert nem halhatsz meg. De az is benne van a történetben, hogy alapból a játékban, amikor meghaltál, nem a safe módban, hanem a sima játékban, ha meghaltál, akkor ugyanazon a helyen voltál, keltél fel, csak kicsit valamivel így telt az idő. Ami nem volt kihatással a történetre, mert nem volt egy ilyen visszaszámlálás, hogy mondjuk egy óra alatt be kell fejezned. Tehát kvázi az alapjátékban se volt negatív hatása a halálnak, amennyire én érzékeltem. Tehát igazából nem az volt a... Ilyen furán fogták meg ezt a dolgot, mert hogy mint hogyha ők azt, a fejlesztők azt gondolták volna, hogy amiatt paráznak az emberek, hogy meghalnak. De nem a meghalástól fél az, aki nem játszik egy ilyen játékkal, hanem magától, a jumpscare-ektől, az ijesztő atmoszférától, mint én is. Tehát abszolút most így lehet, hogy csak magamról beszélek az egész univerzumban. Nem hiszem. De tény, hogy nekem ez így nem megnyugtató, hogy ugyanúgy rád ijeszt a szörny, meg rád hozza a fosást, csak hogy nem hasz meg tőle. Hát kösz, ki vagyok segítve. Annyiban talán nem problémás a játék, hogy jumpscare amúgy nem nagyon van. Ez az Outlast féle, kinyitod az ajtót és az arcodba ugrik. Ebben inkább az van, hogy a bázison belül vagy, és tudod, hogy abban a szárnyban, ahol te vagy, egy szörny ott túlálkodik, kb. Mint az Alien Isolation-be. És simán körbe mehetsz, meg izé, van olyan szörny, ami hangra megy, tehát hogyha zajcsapsz, akkor talál meg téged, tehát így alapvetően olyan dolgok vannak benne, ami más videójátékokban is, és tényleg nem arra megy rá, hogy ilyen olcsón ijeszgessen. De hát a szörnyek ijesztőek, meg van hozzá jó hangeffekt, meg vizuális effekt, ahogy így glitchel a képernyő. Nagyon sokat hozzáad ez a hangulatához, és tényleg nem abban rejlik az ijesztősége, hogy akkor most meghalsz-e vagy nem, mert nyilván úgy érzed, hogy mennyire van tétje, hogyha valami hátrány ér azzal téged, hogyha elkap a szörny, de amúgy, amennyire én emlékszem, mert vagy másfél éve játszottam vele, az volt, hogy megtámadott a szörny, elkapott és felkeltem fél HP-val. De az is olyan, hogy csak így ilyen effektes a képernyő, nincs igazából olyan HP-d, amit hogyha teljesen elvesztesz, akkor checkpointtól kell újra kezdeni, vagy pályát kell újra kezdeni. Tehát ez a változtatás, ez a biztonságos mód, ez mint hogyha így nem csináltak volna semmit. Nem tudom, hogy nyilvánul meg az, hogy nem tud megölni a szörny. Mert hogy amikor meg tudott ölni, akkor se volt következménye igazán. Tehát akkor úgy, hogy megmarad az, hogy az atmoszféra. Na most érted, a Bioshock is olyan, hogy nem sok jumpscare van a Bioshock játékokban, de maga az atmoszféra az, ami inkább megfog. Olyan értelemben, hogy így tehát, hogy amitől én így nagyon nem szívesen megyek visszajátszani például a Bioshock 1-et, vagy a Bioshock 2-t, vagy a 3-at, ami igazából egyetlen jumpscare van a Bioshock Infinite-ben. De az elkapott. De nagyon. Az nagyon olyan. Na most a DLC-ben van egy másik jumpscare, de az is olyan jumpscare, hogy igazából nem az. És ezt szerintem te múltkor ezt beszéltük talán így offline, hogy van egy ilyen, hogy ugye vannak ezek a kinetográfok vagy mik, amikben belenézel, és megnézhetsz ilyen kis rövid videókat. Igen. És oda visz az egyikhez, belenézel. Igen. És valamilyen ilyen tök ilyen creepy, hogy ott van mögötted, meg ilyesmi. Valami ilyesmit mondanak benne. És így kijössz, megfordulsz, és ott van egy mögötted konkrétan egy alak a földön ül. Nyuszis maszkban, egy hulla, nyilván. De hogy az nem volt ott, aha. És attól, hogy megfordulsz, és talán még hangeffekt is van, és hogy előtte beparáztattak, és a fény is úgy esik rá, ez egyik legfélelmetesebb dolog az egész játékban. Úgyhogy, én például ilyen játékokban gyűlölök megfordulni. Tehát gyűlölök megfordulni. Van, hogy csukott szemmel fordulok meg, mert tudom, hogy valamit úgy lehet jól ilyen kvázi jumpscare-eket előhozni, hogy mikor megfordulsz, akkor bám, ott az arcodba a cucc. Szóval... Ilyen megfordulósak nincsenek, de olyan finomabb jellegű, mint hogy vagy egy olyan helyen, ahol csak neked kéne lenned, te vagy az egyetlen élő ember, és akkor az egyik zárt ajtó mögött hangokat hallasz, de tovább mész, mert hogy mi haladsz a pályán. Viszont mikor vissza kell menned az előző helyre, az az ajtó, ami zárva volt, az most nyitva van. Tehát az a valami kijött. Nem
adtad el nekem ezt a játékot. Nem adtad el. Én szerintem erről nézek egy let's play-t, vagy valamit. Nem tudom, hogyha... Tehát én viszonylag nem szeretem, de van az a határa a thriller horrornak, amit így szeretek. Ez atmoszférikus. Nézni, de nem játszani. Akkor ez neked egy kiváló film lesz. Az amnéziában a második ajtót jutottam el. Annak mondjuk én is háromszor futottam neki, de sikerült befejezni. De ez úgy, hogy tudom, hogy az első, nyilván az első, mit tudom én, egy vagy két órában nincs semmi. A rohadt Alien Isolation-nél se játszottam odaig, hogy feltűnik az Alien, mert mondtad, hogy két órán tűnik felé, meg így 1:50-nél így fuck off! Hát mert közben megy addig a sejtetés, és az is kb. Ugyanannyira ijesztő. Oh, Jesus! Igazából az egész témáról csak azért akartam beszélni, mert itt vetődik fel az az érdekes probléma, hogy van egy horrorjáték, de túl jó a sztoria. És ott már nem szimpla horrorjáték, és nem is annak tervezték. Csak az atmoszféra építéshez ez kell, meg kell neked a kilátástalanság, és a kilátástalansághoz nagyon sokat hozzáad, hogy nincs időd, nem tudod, mi a helyzet, és még valami ólálkodik is körülötted. Egy csomó játék van, amivel nem tudok játszani emiatt, mert hogy túl félelmetes nekem. Például a Five Nights at Freddy's, amilyen tök érdekesnek hangzik, csak hogy valószínűleg soha többé nem aludnék. Így nyugodtam. Meg egyfolytában mondjuk egy órát. Na, arról én mindig csak hallok. Hogy milyen ijesztő, meg milyen lórja van, ami nem igen. is feltűnő. Igen, 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 és ez nagyon érdekelne emiatt, de sajnos... Hát nekem már a Ravenholm is sok volt. A Half-Life 2-ben a Ravenholm, jó, végül is. Nem mondom, hogy amúgy ez egy ilyen kis szivárványos út volt, de... A legfélelmetesebb dolog, amit végigjátszottam, az Alan Wake volt. De ráadásul az Alan Wake az külső nézetes, tehát még annyira nem is... Ugye az is kivesz kicsit az ijesztőségből. A belső nézet az egy ilyen klausztrofób, hogyha horror vagy thriller játékba rakjuk. Hát ott parásabb a megfordulás. Igen, a külső az nem tudom, az ilyen kicsit lazább, de hogy az volt a legfélelmetesebb, amit végigjátszottam. Ever, szerintem. Plusz a Bioshock Infinite-nek a Comstock House pályája. Hát nagyon... Szerintem ezt már beszéltük amúgy, nagyon sokszor elmondtam, de a Bioshock nekem ott ért véget a Bioshock 2, mikor azt mondta a játék, hogy igen, ezt mondtad korábban. Hogy tessék, itt van ez a pálya, sajnos nincsen áram, úgyhogy most a sötétben meg kell keresned a fuse-okat. Én meg így fuck off, és így unistan. Ilyen a Half-Life epizódokban is van, hogy itt vagy a sötét parkolóházba, kiment az áram, és van annyi áram, hogy lejöjjön a lift, de nagyon lassan jön az a lift. Sötétből meg elkezdődik a hörgés. Na, mondom, fasza vagy. Szóval kimaradunk. Kimaradunk mi gyávák az ilyen élményekből. Hát pedig, és ez ha valaki te igazán élveznéd a szómát. És ez sokkal parásabb szerintem egy játék, mint egy film. Tehát én még a legijesztőbb filmet is meg tudom nézni. Nem próbáltam, de még nem volt olyan film, amit kikapcsoltam volna, hogy... Hát jó, mert a filmet tudod úgy folytatni, hogy csukott szemmel vagy háttal. És befogod a füledet. A játék az megáll, hogyha becsukod a szemed és hátat fordítasz neki. Ez igaz, de tehát olyannal se találkoztam, még mondjuk nem is kerestem, de nem is találkoztam olyannal, amit így, hogy becsukom a szemem, vagy ilyesmi. Persze most már mindenben jumpscare-ek vannak. A rohadt Zootropolisban is jumpscare-ek voltak, meg a Justice League-ben, mindenben. De mondjuk most már egy kilométerről lehet látni a Justice League-ben is. Én moziban néztük, és mondtam, akivel voltam, hogy most jön a jumpscare, és így egy, kettő, BÁM! És meg úgyis megijedtél? Én nem. Jó, van igen. Akkor. Szóval kimaradunk ebből, de lehet, hogy nézek egy végjátszást róla. De nem tudom, mert tudod, mindig ott van a fejemben, hogy csak rendesen kéne akkor már játszani ezt a dolgot, de hogyha egyszer a végjátszást megnézek róla, akkor nem fogom végjátszani magamtól. De ha van biztonságos mód, próbáld ki a biztonságos módot. Szökik de, a macska. De az hülyeség! De nem, nem tudhatod, próbáld ki? Végül is mit veszhetek a lelki nyugalmam kivételével? Igazából csak azt várom, hogy pár nap múlva felhívjon, hogy összehugyozta magát. Nem, éjszaka hajnali 4-kor fognak felhívni, hogy Ákos, nem tudok aludni. Szerencsé, hogy leszoktam halkítani a telefonomat. Szerencsé.
Próbáljátok ki, hogyha nem vagytok olyan fosósok, mint én. Látjátok, Ákos nagyon szereti. Imádja. Nagyon sokszor próbálta már így eladni nekem is. Annyiszor, mint én a Community sorozatot neki. És az is üres fülekre talál. Van egy deal ötletem. Nem tetszik. Én megnézem a Community-t. Te végigjátszod a Szómát. Biztos, hogy nem. Hát, akkor ez kapufa volt. De azért megpróbáltam. Rajtam nem fog múlni. Az a lényeg, hogy megpróbáltad. Egyszer talán. Nem tudom, egy napsütéses meleg júniusban. Mármint tudod, általában ezt a horrorjátékokat, az igazán mesterek szerint sötétben kell játszani fülessel. Nyilván. És télen. Úgyhogy én egy napsütéses délben egy napsütéses júniusban és 2.1-es hangszóróval. De akkor adtál egy jó nagy pofont az atmoszférának. Mert ez olyan, mintha a Sunless-t játszanád egy nyári délben. De engem a sztori érdekel, nem az atmoszféra. De hozzáad. A sztori kevesebb az atmoszféra nélkül. Adjál erről, már! Nem erről szól a beszélgetés. Nem az lehetőséget menekülő utakra. Jó, akkor valahol középen találkozunk. Délután 4-kor. Csak ne jumpscare-ként ugorj rám. Egy délután 4-be kiegyezek, még lehet világos. Este? Vagy télen? Mert a délután 4 télen az egy éjszaka. Jó, akkor tavasszal. Megbeszéljük. Hát ennyi voltunk mára, köszönjük a figyelmet. Mi történik mostanában körülöttünk? Hát figyelj, Holnap nem biztos, hogy lesz videó, de majd meglátjuk. Minden esetre tegnap kikerült a Battlefront végjátszás legújabb epizódja. Tegnap? Tegnap, pénteken. Igen? Igen. Húha. És hétfőn pedig jön a Hunyadi hétfő helyett a Káosz Ked. Nem. Keleti Káosz első része. Akkor most már Keleti Káosz? Legyen. Akkor újra... Ne, várjál, mert eddig Káosz keleten volt. Keleti Káosz. Akkor újra kell csinálnom a tambot. Sanszos. Jó. Ezt megbeszéltük. Sziasztok! Pá! Macska, te is köszönj el. Nem akar.